Az M86-os főúton történt a tegnapi napon. Egy közlekedési baleset felborult egy Opel gépkocsi ütközés után, majd egy segítő felajánlotta a sérülteknek, hogy elviszi őket a Markusovszky kórházba. Ez meg is történt. Mi erről a vélemény? Erre a helyszínre riasztották a mentőket, el is indult a sárvári esetkocsi, azonban kaptunk egy újabb hívást, amelyben jelentették, hogy a sérülteket elhozta egy civil segítő a helyszínről. Ezután az autót visszafordítottuk. Mi egyébként azt szeretnénk kérni mindenkitől, aki segítő szándékkal megáll egy ilyen helyszínen, hogy elsősorban is biztonságosan álljon meg, jelölje meg a helyszínt, láthatósági mellény, vészvillogó, elakadási jelző háromszög, ezek a fontos kellékei ennek. Másodszorban pedig segítséghívás közben, a mentés irányítókkal egyeztetve kezdje meg az első segélynyújtást, ami nagyon-nagyon fontos lehet. A sérülteknek civil járművel helyszínről való elhozását leginkább azért nem támogatjuk, mert ez különböző veszélyeket is rejthet, magára a sérültre nézve, de a kétségtelenül stressz alatt vezető civil járművezető baleseti szituációba kerülhet, ami csak ront a helyzeten, hiszen újabb baleset történik. Az a javaslatunk, hogy nyújtsanak első segélyt, és türelemmel várják meg a mentőket, a legjobb információkat adják át a bejelentéskor. Volt már arra példa, hogy máskor is elhoztak helyszínről beteget? Igen, időnként ez előfordul, hogy a vélhető időnyereségre tekintettel egy ilyen döntés születik, ezt általában a hirtelen fellépő stressz szokta motiválni, hál' Istennek egyre ritkább, továbbra is azt kérjük, hogy inkább a helyszíni első segélynyújtás és a biztonságos helyszínen tartózkodás legyen ilyenkor az irányadó.